Szevasztok mindenkinek, üdv újra itt, Gábor vagyok és a Tech Barátot nézitek. Csütörtök van, úgyhogy ennek megfelelően nem Brawl Force van, nem Counter Strike van, nem Call of Duty van, hanem mi van? Igen, Star Wars Jedi Fallen Order, illetve majd ezután Super Seducer 3. Nem lesz ma Brawl Force, ki van írva a techbarat.hu-ra, jó, meg lehet nézni a két szemetekkel, hogy mikor lesz majd Brawl Force, és majd abban az időpontban, ami elvileg holnap, sőt, biztos, hogy holnap lesz Brawl Force, a Life is Strange után. Nem lesz minden nap, nem kívánságműsor, akár tetszik, akár nem, de még egyszer mondom, például Knobbernek is, akit üdvözlök, ha még itt van, hogy nem, de rosszul hallottad a Brawl Force-t, azt kiejtettem azt az, hogy Brawl Force, de ma nem lesz. Szóval te is streamelsz, ott van a Brawl Force, akkor lehet streamelni, meg lehet játszani. Nekem van egy ütemtervem, én ezekkel a játékokkal fogok játszani, ezeket terveztem be. Ezekkel is kell haladni. A Brawl Force az egy ilyen felüdülés. Ma igazából nem olyan játékok lesznek amúgy sem, ami után mondjuk így fel kell üdülni, meg amúgy is kettő játék egymás után, úgyhogy, úgyhogy nem. Meg azért sztori, meg YouTube szempontjából sokkal, hogy mondjam, ezeket felrakni sokkal hasznosabb, még talán többen visszanézik, mint mondjuk azokat a Brawl Force részeket, amik ugye, tehát igazából azok nem függenek össze, az már van belőle 58 darab, vagy nem tudom mennyi, nem nagyon fogja az ember. Viszont mondjuk nagy az esély arra, hogyha valaki esetleg érdekel majd a későbbiek folyamán, hogy hogyan toltam végig a Star Wars Jedi Fallen Order például, akkor föl fog menni, és meg fogja nézni mind az összes, nem tudom, most már hányadik résznél tartunk, tök mindegy. Úgyhogy ma nem lesz, Star Wars lesz, illetve Super Seducer 3. Na, illetve a jó hír, hogy vettem, lecseréltem a Stream Deck Minimet, mert eddig egy ilyen 6 gombos Elgato Stream Deck Minim volt, amit az ismerősömnek fogok eladni baráti áron. És vettem helyette egy egyel nagyobb, egy sima Stream Deck-et, nem az X-et, mert az nem kell, tök jól beterveztem, tehát amúgy pont annyi gombra van szükségem, mármint, hogy pont annyi gombot használtam, hogy ez az 5x3-as kialakítás, ez így kurva jó. Tehát, hogy így minden fontos egy panelre ráér, nem kell lépkedni így a mappákon belül, vagy a gombokon belül, rohadt jó. Meg kis időt fordítottam rá, hogy ilyen tök szép ikonokat csináljuk, stb. Úgyhogy tök jól tudom ezeket most már kontrollálni. Bocsánat. Szóval tök jól tudom ezeket most már így irányítani. Jelentősen megkönnyíti a helyzetemet, úgyhogy tökre örülök neki. Úgyhogy most már erről tolom a streamet, illetve nyilván olyan a gépről, de ennek segítségével tudom most már tolni a streamet, tehát nem kell most már így nyomogatni közben, hanem csak amikor vége van, vagy elkezdődik, vagy akármi, akkor már minden itt van egy ezen a panelen. Van még persze egy olyan gomba, mert nyilván volt, ugye van a voice mod, amit hát nem igazán használok, de van rá lehetőség, vagy hát előfizettem rá, azt hiszem megvettem, unlockoltam az unlimited időtartamra, azt hiszem az unlimited talán. De én most egy voice modokkal nem basszakodom, majd egyszer talán. Na mindegy, szóval annak kellett egy külön mappát csinálni, mert azért azon belül van nyilván jó pár ilyen hang, ami ugye elváltoztatja a hangomat, de azon kívül mindenkin van így a kezdő képernyőn, úgyhogy rohadt jó. Na, és akkor most ki is próbálom, hogyha megnyomom ezt a gombot, akkor elvileg most már látjátok is a játékot, illetve átadja a főmenüt, illetve engem egy kicsivel kisebben a képernyő jobban sorakában. Így van, de közben ellenőrzöm is magam. Jó, minden szuper, király. Oké. Okay. Na, a telefont közben töltöm. Annyi, hogy ilyen hát 8-4-9 környékén azért mindenképpen abba hagyom. Legyen 4-9, mert egy kicsit később kezdtem, viszont akkor most bele is vágunk, mert dolog van, még utána stúdió setup, meg egyéb dolog lesz, illetve hát ugye nem itt, hát itt már most már lassan minden készen van, sőt itt most már nem is. Vettem még ma, ezért most a stream előtt elindultam egy a Sony ZV-1-eshez, hát a Sony is árul, pont ugyanúgy néz ki, egy kicsivel talán ilyen több ilyen a bemélyítés a műanyagom, annyi a különbség. 25 ezer forintért, ez meg 12-ért lehet venni, ez a JEC csinálja, ugyanannyit tud, mint a Sony-é. Remote controller az EV1-hez, tehát hogyha itt ülök, és akkor tudom minden indítani a felvételt, akár zoomolni, ilyesmi, de az mondjuk nem kell. De ki tudja, hogy még mire lesz majd még hasznos mondjuk vlogolásnál, mert akkor nem kell mindig ugye van egy tök jó tripodom, ez meg mondjuk ott lesz a másik kezem, mert hoppá nem nyomkodom, de várjál, le is lehet lokkolni, így van. Le is lehet hát és most már hiába nyomkodom, mert remélem, hogy nem kapcsolja be az izét, mert ez benne van a tokjában, bazzeg. Oké, ott maradsz a helyedem. Na,
Úgyhogy ezzel tudom majd remote irányítani, illetve ugye visszavittem a Galaxy S22 Ultrát, mert hát nem oldódott meg az a probléma, hogy eldobálta a hálózatot. És két különböző helyen is amúgy a Telekomban azt mondták, hogy, hogy az S21 Ultra is ezt csinálta nagyon-nagyon sokáig. Valószínűleg nem beszéltek össze, vagy hát lehet, hogy igen, lehet, hogy az ilyen a tréningen ezt tanulták, hogy ezt kell majd mondani, hogyha valakinek S21 Ultrája van, vagy valamilyen Ultra a telefonnal jön vissza. A lényeg az, hogy hát vissza kellett végül is vinnem tegnap előtt, vagy már 3 napja. Éltem a 14 napos elállási lehetőséggel, ugye interneten rendeltem online, és futározta ki, mert egyszerűen nem tudtam vele csinálni. Tehát leginkább navigációnál, de volt, hogy így random, amikor itthon voltam, és nem a Wi-Fi-n, hanem mobilneten, akkor is így fogta, és így a karika áthúzva, és nem volt hálózat. Úgyhogy hát ez egy picit zavaró, mondjuk így, pláne mondjuk navigáció közben, amikor mondjuk akkor pont az M0-áson mentem, ami annyira nem érdekes, mert tudtam, hogy hol kell lemenni majd, csak így megosztottam az utat, hogy mikor érkezem, stb. De ha mondjuk egy tök idegen városban vagytok, és eldobja mondjuk így hirtelen, gondol egyet a netet is, illetve a GPS jelet is, ami ugye úgy néz ki a Wazénál, meg minden navigációnál, hogy akkor így megáll minden, tehát akkor így azt kírja, hogy keresi a GPS jelet, aztán haló. És mondjuk így ott vagy egy városban, ahol így nem kilométereket mész, hanem itt olyan pár száz méter után, vagy 3 sarok után le kéne kanyarodnod, aztán meg balra, még aztán jobbra. És ugye ez így, mit tudom, egy percig legalább nem talál GPS-t, addig mi addig félrehúzódsz, vagy hogy? Tehát, hogy ez nagyon gáz. És akkor inkább nem szórakoztam a szervizzel, fogtam, visszavittem, és úgy voltam vele, hogy hát visszaviszem. Megfogadtam, hogy nem, jó fél évet én most még várok, mert hadd forjon még ez ki, meg majd. De úgy voltam vele, hogy igazából voltak már ugye tesztek, nagyon fórumokat így folyamatosan nézegettem, senki nem írt ilyesmit, úgyhogy úgy gondoltam, hogy lehet, hogy tényleg ennyire pekkes voltam, és tényleg valami szart kifogtam. Lehet, az volt, hogy bordóba rendeltem, és nem a sötétzöld, amit ugye kapható, úgyhogy sötétzöldbe fogom megrendelni, mert mindegy eldöntöttem, hogy mégis fogok rendelni. Viszont ugye mire sztornozzák, tehát már mindent sztornoztak, még egy dolgot nem állítottak vissza, még a hűségidőnek a nem tudom miért nem állították vissza. Ma délután egykor beszéltem telefonon az ügyintézővel, mondta, hogy hát ő megsürgette, állítólag, ment a zene, hogy közben sürgeti, vagy lehet, hogy közben megívott egy kávét, megevett egy fánkot, és utána visszajött. Azt mondta, hogy megsürgette, és hogy 1-2 órán belül ezt megcsinálják, és még ő vissza fog engem hívni, ő 6-ig van, és ezért hát a 6 óra előtt pár perccel én hívtam őket, hogy hát gondolom, most már kolléganő lassan végezni fog, úgyhogy nem hív föl. Hogy így nézzenek már rá, hogy így esetleg sikerült-e, mert akkor rendelnék akkor még egy Galaxy S22 Ultrát, és akkor nézik, és hát folyamatban van az utolsó dolog, tehát már minden sztornóztak, számlák, már nem tudom, miket kellett ezért visszavonni. Ez egy dolog, ez még mindig folyamatban van, úgyhogy inkább valószínű holnap. Köszönöm szépen, úgyhogy... De mindig megkérdezem majd, mert ugye ma jár le, elvileg holnaptól lesz hivatalosan kapható, megkérdezem, hogy esetleg üzletben lehet-e. Mondjuk annak az a hátránya azért, az telefonon utána járok, hogy ti is tudjatok róla. Ugye, hogyha online rendelitek, akkor van ez a 14 napos elállási cucc. Ami tök jó amúgy, mert jó, elviheted szervizbe, de ugye szervizben hát nyilván az ilyen sablon dolgokra készülnek föl, tehát hogy az ilyen betanuló dolgok. Tehát, hogyha nincs GPS, akkor elolvassák a kézikönyv szerint, hogy mit kell csinálni, mit kell kicserélni, az pont. És szerintem ilyen eleve ilyen hibával még nem találkoztak, úgyhogy tehát így tök fölösleges lenne szerintem szervizbe elvinni, mindegy. Mert amúgy is egy vadi új telefon, tehát nem most kezdjék el kitalálni, meg próbálgatni, hogy mi lehet a megoldás, úgyhogy de nyilván jó lenne az, mert hogyha viszont holnap rendelem meg telefonon, akkor meg ugye futár fogja hozni, és az valószínű, hogy nem holnap hozza, hanem meg jövő hétfőn, mert ugye hétvégén nincsen, úgyhogy kurva jó. Ha ma meg tudtam volna rendelni, lehet, hogy holnap már a futár hozta volna, így most valószínű nem. Valószínű, hogy üzletben is lesz elérhető, csak meg fogom akkor azt kérdezni, hogy azt tudjuk-e úgy csinálni, hogy mondjuk én megrendelem, és mondjuk üzletben veszem át? Mert azért nem mindegy, hogy igen, tehát hogy online, hát hogy online vásárlásnak számítson ez az egész, hogy adott esetben, hogyha megint amíg ebaszt lenne, akkor vissza tudjam adni. Na, mindegy, úgyhogy lesz majd Galaxy S22, de ugye leforgattam minden vágóképet, meg tesztet megcsináltam róla, mielőtt visszavittem, mert nem tudtam, hogy úgy voltam vele, hogy jaj, fél év múlva fogok legközelebb venni. Hát jó, de én Telekomnál veszem meg, mert hűség időre, meg előfizetése jóval olcsóban megkapom, tehát... meg izére, részletre, kamatmentesen hozzácsapják a számlához, nem tudom mennyit, de hát ma olyan csomagban vagyok, hogy ilyen rohadt nagy kedvezményeket kaptam, úgyhogy én a Telekomban meg vagyok elégedve, nincs ezzel gond, tehát nem kell nekem alzától. Na, de közben kezdjük el a Star Wars-t, csapassuk. Nem lesz most 3 óra, múltkor itt nagyon elbasztam az időt, most nem lesz tényleg egy kicsivel több, most mennyi van? Hát félig mondjuk fél, tehát akkor egy órát fogunk most ezzel játszani, egy kicsit több mint egy órát, és utána Super Seducer 3, de azt sem nagyon akarom így elhúzni, mert még ezután dolgom van. Na!
Nem customizom a lightsabert, tehát leszarom. Na menjünk akkor. Gondolom most ki kell választani a bolygót, hogy hova menjünk, aztán... aztán csapatjuk. Mindjárt megyünk a kis mókushoz. Igen. Use holotábla. Most ez a négy map van, de hogy tudok rázoomolni? Mert hogy volt? Hol a zoom? Melyik a zoom? Hol a zoom? Bal. Ja, hogy ennyi a zoom? Hát akkor... rrr. Ja, rrr. Na, és ugye kiderült, hogy ez a nő elárulta azt a nőt, ugye az, aki abban a fekete, nem tudom milyen videó, vagy asszony, testvér, mester, várjál, mi a nővér, sister, valamilyen sister. Úgyhogy az még nekem nem világos, hogy most lehet, hogy ő valami izé, mondom nekem gyanús volt amúgy is a szeme, hát hogy néz már ki ez a szem, tehát milyen szemei vannak? Hát biztos, hogy izé, itt valami, nem tudom, kicsit megpaskolnám így hátulról a fejét, és izé, és így tuk, így kiesnének. Szóval... nem lehet senkibe se bízni, ebbe a kis mókusba ebbe lehet, szerintem, mert ez jó fej. Igaz, hogy nem csinál semmit, ő csak vezeti a... ő csak vezeti a... azt nem értem, hogy miért nem akkor ülünk le, amikor elindulunk, tehát ezt nem értem, miért akkor ülök le, amikor megérkezünk? Vagy ez ilyen rázós? Megjöttünk a Kashyykra. Na. Ja, úgyhogy igen, az előző pálya volt az, amikor visszamentem ugyanarra a bolygóra, ahol voltam meg korábban. Itt szerintem nem voltam még. Vagy igen, nem tudom, mindjárt kiderül. De lehet, hogy innen, itt voltak a Wookiek, nem? Bukik. Hol a kijárat, bazzeg? Haló. Ja, ott. Ja. Itt volt a Wookiek, nem? Hát akkor én megyek. Mindegy. Már is azért találtam egy Sense Echo-t. Hát ezért meg kellett dolgozni komolyan. Keményen. Igen, itt voltam, mert ide akartam lemenni. Na mit kell csinálni? Em, hol a map? Hol a map? Értitek? Hol a map? De jó, fantasztikus. Hát pont nem arra kellett volna indulni. Ja, hogy abba az irányba. Aha. Ja, itt vannak még mindig a Wookiek. Oda, ott piros, ott zöld. Hova kell lemenni, bazzeg? Hova kell? Mi a main objektív? Hát én itt nem látok semmit. Ja, zoom. Hát itt nincs. Hát itt... hol van itt a... ti láttak itt objektívet? De miért nem tudom? Azt nem tudom, hogy miért nem lehet 360-ban ezt körbeforgatni, mert megakad itt a... várjál, mi ez? Ja, hát leszarom, akkor megyünk oda. Hát nem érdekel. Ja, hogy itt van. Most kaptuk az objektívet. Oké. Na. Hát ó, hát az közel van. Na, tervezzük meg. Szóval ezzel a cuccal elmegyek ide, sőt, az eljön ide, oda, az ott lemegy, balra át, hát, várjál, lemegy, hát ott kell majd balra elmenni, oké. Okay. Na, de akkor megyünk ezzel a izével. Hela! Hela! Mit tér? Mi? Miért? Mi? Ez a bugis bolygó, igen, itt bugizunk. Szia, Arni, szia, nekem 8. Hogy miért kezdtem el orosz tanulni? Mert? Ja, hogy az események, hát, arra gondolsz? Én ebben nem akarok nagyon állást foglalni. Igen, ugye így győztem le a... ja, de hogy... aha. Várjál már, most hova? Hol vagyok? Itt nem. Ja, ezt itt meg kéne buzerálni? Nem.
Ja, igen, ja, bocsánat, nem vettem. Ja, jó, oké, 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 oké. Jövünk. Na, és akkor itt kell majd balra. Igen, nagyon jó. Én azt mondom, mindegy, tehát addig, amíg a, így a, jó, hírekből értesülünk, meg ez nagyon, nagyon fölfújta, illetve nem fújta. Ja, hát nekem van ismerősöm is ott, sőt, ugye az orosz csaja, neki, hát ő nem, mert ő Moszkvában lakik, ugye, aki itt volt januárban, de ugye neki a szüle, az anyukája, ez a faterében nem, de az anyja, ő pont a Luhanszk térségben lakik. De volt egy csaj, akivel próbatáncoltam még évekkel ezelőtt Kijevben, de ő nem kijevi volt, hanem Dnipropetrovsk, ami meg szintén, az meg kicsit nyugatabbra van a Luhansktól, de ugye de Kelet-Ukrajna. És már rá is írtam, hogy így hello, mi van, mert ez kicsit izé, az igaz. És hát mondta, hogy ilyen feszült a helyzet, de amúgy így oké, meg próbálják megőrizni a nyugalmukat, azt remélik, hogy izé, hogy rendben lesz, de azért mondjuk, tehát tényleg így mielőtt még így mindenki fölül annak szerintem, tehát hogy én egy dolgot, hogy mondjam, tehát hogy próbálják megint úgy beállítani azért a dolgot, nem akarom, nem jó az, hogy háborúznak, ezt szögezzük le, ez rendben van, tehát oké. De azért azt tegyük hozzá, hogy, és akkor itt jön megint ugye a médiának meg a sajtónak a szerepe, hát ugye azt meg ismerjük, hogy milyen, hogy az elmúlt nyolc, tehát ezek olyan területek, és nem Kijevet támadta meg aztán mondta is, Putyin nyilatkozta, hogy ő nem akarja elfoglalni Ukrajnát, meg Kijevet, mi a fasznak, hanem azokat a területeket, és hogy igazából le akarja a fegyveres erőket ott szerelni, hogy ott visszacsatolni, pont. Ha mindegy, ebben nem megyek bele, tehát visszacsatolni meg le fegyveres erőiket, azokat így hopp, mondta is, hogy tegyék le a fegyvert, azt menjenek haza. Na, nem az oroszok, hanem az enemy. Mert valami 95%-ban orosz lakta, és ugye ők el is akarnak onnan szakadni, tehát hogy vannak is olyan törekvések, és az elmúlt 8 évben, amit viszont nem nagyon hall, amúgy én sem, tehát hogy azok így most derülnek ki innen-onnan, hogy az elmúlt 8 évben azért folyamatosan mentek ugye ott azért, tehát ott ilyen embereket végeztek ki tulajdonképpen, meg hurcoltak meg, tehát hogy... És az is kiderült, hogy ugye volt ez a, ami is érinti ugye a magyar kisebbséget is, ugye ezek a magyarokat érintő nyelvi, meg nem tudom, egyéb törvények. Most az is kiderült, hogy igazából nem azt a, nem tudom, pár százezer magyart akarta ezzel az ukrán kormány szivatni, amikor ez nem tudom, egy-két éve fogadták el ezt a törvényt. Meg hogy nem beszélhetsz a saját anyanyelveden, nem tanulod, stb. Hanem amiatt a 20 millió orosz miatt, ami abban a két megyében összesen él kb. Tehát, hogy az is amiatt ment, nyilván ezzel együtt a magyarok is megszívták, mert ugye ők is kisebbségnek számítanak. Tehát, hogy azért továbbra se jó nyilván a háború, meg nem mondom azt, hogy jó tette a Putyin bácsi, de hogy mondjam, tehát, hogy megvolt ennek már, az, és meg ő megteheti. Ja, meg hát a másik az azt is elmondta, hogy ő szeretné, hogyha nem izé, tehát, hogy nem, ne kezeljék már Oroszországot ilyen sokadrangú félként, mert most azért, valljuk be, észintén Amerika, meg az a nyugat-európai izé, a nagy hatalmak, a nagy eszesek bazd meg, tehát tényleg az alvó Biden, meg a haverjai, azok így tök mindennel sújtják, mert oroszokat izé, mert nyilván Oroszország meg Kína eléggé erős. Vajon ez, de szerintem Amerika erőt járnak. Hát az Unióról meg ne is beszéljük, mert az egy ilyen segnyaló szerintem. Igen. És na mindegy, szóval az sem mindegy, hogy kapja fel a sajtó. Most nyilván a sajtó úgy kapja fel, hogy a Putyin lerohanja és izé, de arról nem beszéltek, hogy izé 8 éven át igazából mik történtek ott, és hogy milyen népírtás volt abban a két megyében. És erről Brüsszel is kúsol, meg akkor nem volt semmi, akkor az LMBTQ-t kell nyomatni, ugye? Na mindegy, szóval nem akartam ennyire belemenni. Szóval én azt mondom mindenkinek, hogy hát nem is tudom, hogy mi a legjobb információs szerzés. Tehát sem, nem, ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy nézzetek izé Magyar Egyet, vagy a ATV-t, vagy olvassatok 444-et, vagy Origót. Nem tudom, mi a jó, tényleg nem tudom, mi a jó. Mind a két, tehát azt... Függetlenül attól, hogy ki milyen politikai nézeteket vall, azért azt valljuk be, hogy mindkét oldalnak a sajtóorganai maguk felé húznak. Tehát, hogy olyan dolgokat fognak leírni, ami nekik kedvező, vagy az ő oldaluknak, stb. Stb. De ez így van az egyik meg a másik oldalon is. Ez tény, tehát, hogy ezt így... szóval nem tudom, hogy legalábbis ebben az esetben, azt hiszem, hogy most ilyen itthoni politikai, stb. Dolgokban... Itt meg ugye az működik, hogy az egyik a másikról derít ki valamit, a másik az egyikről, és akkor a saját sajtója lehozza, és akkor így most így talált ki, hogy kinek milyen sara van. Na mindegy, nem is akarok a magyar politikába belemenni, hanem inkább ugye az orosz. Én próbáltam ugye kérdezni ezt az orosz sajt, aki itt volt januárban, nem nagyon volt most olyan kedvében, hogy beszélgessem, megértem mondjuk, mert nyilván most ez így eléggé gáz lehet.
A táncosnak mondtam, hogy ha segítetek bármilyen, úristen az, hogyha ide jön. Én ukrán lányokat nagyon szívesen befogadok. Tehát, hogyha jönnek menekültek Ukrajnából, én ezt most jelzem, hogy egy 2-3-at befogadok nagyon szívesen. Úgyhogy welcome, nem tudom, azt meg akartam mondani ennek a táncos csajszínek, hogy kérdeztem, hogy van, meg hogy is, és stb. Válaszolt, és hogy akartam neki újságolni, hogy amúgy pár hete elkezdtem tanulni oroszul, aztán egy végig gondoltam, hogy hát lehet, hogy ezt nem most kéne, mert hogy gondolom beszélik azért ők az oroszt, tehát úgy tudom, hogy beszélik, vagy megértik, de beszélni nem tudják, vagy írni, nem mindegy. Tehát, hogy érti azt hiszem, de az ukránok értik, talán, de lehet, hogy ez most nem a legmegfelelőbb pillanat lett volna arra, hogy jó. Én azt gondolom, hogy amúgy, hogyha oda megyünk, hát ott is odaérünk végül is, csak ott van valami szar. Menjünk itt. Mari, are you okay? I'm safe, unlike too many of the others. Did Mariana give you our rendezvous coordinates? She did. I'm on my way. Good. Nem majd vagyok. We're just reaching them now, but we can't stay long. The Empire's looking for us. I'll be there as soon as I can. Jaj, minket néz az Empire. Oh. Igen, de most már az előbb, bazd meg, de az előbb... Hát az előbb még bazd meg... Mi van? Hát az előbb még ide kellett jönni. Hát ezt nem értem, mindegy. Jó. Stay close, PD. Those things look fast. Na, ott vannak olyan... Jó. Oké. Okay. Na, várjál, miket tudunk konkrétan? Ezzel tolni tudjuk. Nem, az egyessel lassítani, a hármasat tudjuk húzni. Jó, tervezzük meg az utunkat, hogy... Hogy tudok oda jutni? Pazd meg, csak... Hát oda kell, gondolom, a zöld felé kell menni, aztán majd valami... Jézus faszát, hogy... Ó, anyám. Na jó. Ez ami repülő UFO. Wiuhu! Nagyon jó! Brihuhu! Aha. Hát itt mentsünk egyet, nem kell még izése, mindenünk van, nem sebesültünk meg. Ez nagyon jó, nagyon jó. Mentettünk egyet. Így, mi? Let's go! Ezt kell, igen. Jó, itt legalább nem tudunk millió felé menni. És ott majd gondolom oda kell átugrani. Hihú! Jaj, ja ott volt egy másik kék, bocsánat. Nem lendültem eléggé, oké. Okay. Fogd már meg. Uhú. Így. Na még egyet. Ajaj. Bazd meg! Hát egy kicsit sebződtem, ez nem sok. Na! Igen, és akkor rá kell ugranom? Mert gondolom, igen. Csúszunk! Úgy.
Húgyú. Az mit csinál? Az tud lőni, vagy na nézzük. Szevasz Gabriele! Grande! Menjünk itt. Itt volt itt valami. Hát menjünk be itt. Lehet, hogy itt ki tudunk kerülni dolgokat, nem? Nem tolod? Nem na. Nem nyitja ki? Ja, ez nem nyitja ki. Haló? Hát akkor... Akkor meg kell harcolni ezzel a izével. Anyád! Jó. Ja, oké. De szerintem most nem arra megyünk, amerre kéne, nem? Tehát távolodunk a... Ja, de jó felé megyünk. Oké. Ja. Mari, are you there? I'm almost at the Shadowlands, at the wreck of a walker. Azt a kurva. Ja, ez birodalmi lépegető akart lenni. Olyasmi. Beszarás. Mi az? Ja, hát ez egy birodalmi lépegető. Nagyon szép munka volt, kurva sok mindent csinál. Na jó, nem azért segít nekem ez a kis... Az mi? Ez egy gyík. De aranyos, ez egy csiga. Ja, hát azt megvárjuk, amíg meghal. Várjuk meg, amíg meghal. Igen, és még egy lövés, és mindjárt leesik. Na, még egy lövés. Még egy lövés. Nem tudják, nem lövik le, bazd meg. De, meghalt, király. Így kell ezeket elintézni. Tessék! Van még valakinek kérdése? Erre merre kell menni? Gondolom itt, ugye? Ez mi? Anyád picsáját, bozd meg! Mi a kurv? A bozd meg anyádat? De ez mi, honnan jött? Fölülről? Vagy mi a... Hű, nem ijedtem meg. nem fostam össze magam. Mit nézel? Ott van, forduljunk meg. Itt... itt van a kötél. Ugyanis tudunk a kötélen fölfele is menni, mert olyan motorja van ennek a izének. Te most jön valami izé, a vízi szörny, akkor hülyét kapok. Nem, van egy Sense Echo. Na jó, meditáljunk. Ez így. Kell nekem izé? Ne spawnoljuk le a izéket, vagy ne rakjuk le az enemiket. Na, ez az, itt van valami.
Ja, hogy akkor... Ja, hogy valószínűleg innen kell majd visszamenni. Jó. Ott van egy láda. Jó, menjünk, törekedjünk a lényegre. Tehát, aha, oda kell menni. Jó. Hát, hagyjuk azt a ládát a fenébe. Vagy ne hagyjuk. Menjünk. Jó, közel van, ússzunk egyet. Csak nincs itt egy vízi szörny. Valamiért van lent. Hogy lehet oda leúszni? Hogy lehet leúszni? Nem lehet... De ott van... Na mindegy. Nem lehet leúszni sehogy se. Hát akkor... Így jártunk. De várjál, az előző ilyennél ugyanúgy egy pók volt, ahol ilyen kör alakú szarság volt. Ugye, na jó, én húzok a picsába, hogy most nem akarok még egy pókkal találkozni. Jó. Egy fél pillanat. Jó. Csak nem érít valami izé. Mi az? Szenzeho. Húba, be kell menni a sötétbe. Az nem tetszik. Nem akar. Hát ez bár valami izé. Ja, de ez meg fölrobban, bazd meg. Uh-huh. Szevasz, kics brekusz. Én azt nem értem, hogy mi az anyámért, hogyha találkozunk a tártűffel, vagy ki az anyámmal. Jaj, nem, menekülj, jó. Akkor miért nem ott a... Szevasz, Danika, miért nem ott a bejáratnál vár minket? Vagy mikor leszállunk a bolygóra, miért nem ott oda jön? Miért kell az meg nekem bemenni ide a világ végére? És akkor, ja, és akkor utána eljövök onnan, mert csak valami információ kell az... Ezt nem tudom lehasogatni, nem? Gombák. Ez mi a fasz, ez él? Jajaj. Aha, jó, tehát akkor ezen nem... Az mi? Jó, bazd meg. Anyát, picsáját. Igen. Na, erre kell mennünk? Izgalmas. Arra. Jaj! Hát itt fussunk végig. Gondolom, hogy ez is megmozdul, ez a kötél. A kurva élet. Let's go, BD. I found you. Ennyi. Azt meg is eheted.
Igen. Szevasz, Danika, a politikai elemzés. Hát az elején volt egy kevés, de mindegy, nem nagyon akartam annyira belemenni. Csak az orosz helyzetről. Mindegy. Inkább abba mentem bele, hogy ezért a média hogyan kussolt. Gondoltam, hogy ez be fog szakadni. Ó, bazd meg! Anyádat! Nesze! Már még egy ilyen bogár, nesze bazd meg! Ezt meg ketté vágom, így kell! Ja, Szenzeho. Szóval igen, szerintem a média azért nagyon sok mindenről kussolta, ahogy ugye általában szokott. Tehát azért nem Ukrajnát foglalja el, meg nem is ki, meg is mondta, hogy ezeket a területeket akarja most stabilizálni, pont, ami nagy javarészt ugye orosz lakta. Az másik dolog, hogy nem szép ilyet csinálni, nyilván elítélem a háborút. Ja igen, és azért az elmúlt 8 évben történtekről ugye nem nagyon számolt be senkit, tehát így Brüsszel is kussolt, meg úgy mindenki, minden média, meg ott is van még egy ilyen bogár. Most merre kell mennem? Erre? Nem, oda föl. Hát akkor, hát nem jövök akkor én oda, mi a fasznak. Ha, van valami? Lesz itt valami izé? Kópéság? Semmi? Like this before? Me neither. Na nézzük, hol vagyunk? Már közel van a izé, csávó. Jó van. Hát, oda kéne bejutni. Itt most van egy Sense Echo. Itt mentünk egyet. Szerintem izé, szerintem nyomjunk. Eleve van egy skill pontunk. Ja, csak mondom, hogy ma kávé tényleg ilyen legkésőbb fél kilenckor abba hagyom. 4-9, fél kilenc, úgyhogy... ja, hát olyan félig, 3-4-ig fogok még ezzel játszani, és utána Super Seducer 3. Úgyhogy ma nem lesz ilyen több órányi Star Wars-ozás. Csak hogy így... Azt nem lehet. Azt se lehet. Ezt. Left shift közben izé kivédi a ez az. Haha. De várjál, visszatöltődött az életem. Mitől? Mit ül? Na, itt van valami? Semmi. Még koncentráljunk az izé a missionre. Na. Az a kérdés, hogy ki tudok mászni valahol? Ja, persze. Itt a bogarak neki tudok. Kurva életbe. Mindegy. Anyádat már, bazd meg! Anyádba hátráljál már, te... Köcsög, végre!
Hol kell menni? Bazd meg, hát még a fasz közös itt az a izé, csiga! Hát ez hogy jött ide? Picsába már. Jó, menjünk erre. Ez mit csinál? Gondolom ezt ki kell kerülni, nem? Vagy ezt arra kéne használni, hogy felugorjak oda? Ja, nagyszerű! Jaj, akkor ezeken kéne valahogy felugrálni, de hova az anyámba ugráljak? Ott hova? Aha, értem. Az igen, az komoly gyerekek. Itt vannak a... Hozzájuk jöttem? Csá! Megtaláltam Tarfult meg Marit. Yes! Easy! Látjátok, hogyha missionre koncentrálok, nem elmegyek mindenfelé. Hát lehet, hogy egy csomó mindent így kihagyunk, nem lesz izé menő lightsaberünk, meg itt tudom, hogy milyen izéket, ilyen kiegészítőket nem találunk, csubakkás bugyogót, meg ilyenek, de na, legalább gyorsan megérkeztünk. Levegőző? Lélegző? Igen? Ez a víz... Ja, hogy ez a víz alatti... The only thing we can keep fighting. Good luck. Hope we meet again. Milyen vékony az alultáplált az a az a. Jó, de akkor merre kell mennem, azt mondjátok. Find the path to the origin tree. Melyik az origin tree? Ó, bassza meg, de most merre induljunk el? Hát ott van egy sárga, oda kéne akkor leugrani. Hoho! Na így van, és akkor most itt tudunk víz alatti szarságokat. Ja, és jobb klikkel tudunk izé. És ez a bármeddig van vajon levegőm? Ja, mert itt tudunk átmenni. Aha. Aha. Máshol nem is tudtam volna át, és akkor innen felugrunk, világos. Ezt tetszik ez a pálya eddig, amúgy nem rossz. Hú, azt a kurva, de jó. De előbb várjuk meg, amíg megölik őket, nem? Na, Bibobbi, megmondta az ártudító is, vagy nem tudom, BBD. Aha, abban a csőben kéne, mit kéne csinálni? Ja, hogy le kell merülni. Aha. Jó, hát akkor...
Jaj. Jaj. Jó. Tehát, jaj, balra kell, vagy jobbra kell ott ugrálni. Ja, itt lefele kell. Those things give me the creeps. Whoa, strong words coming from you. Nem ártana most egy mentés, mert nem tudom merre kell itt már. Jó. Gyanítom, hogy erre. Ugye jön megint ilyen piros szar. Fogadjunk. Persze, hogy jönnek. Kurva anyátokat, menjetek innen, menjetek innen, ne, ne menjen on! Jaj. Jaj, hogy ez ilyen izéket lő. Jó. Oké, új, kell izé. Kell. Oké. És akkor ott tudunk. Igen, ott kell ugye fölmennünk. Jó. Gondolom itt a vízbe. Vagy nem. Hát pedig itt más nincs. Kashyyyk so hard if we hadn't intervened. The Jedi are supposed to be symbols of hope, but the Inquisition here. Mariin Tarful. Na, most már egész közel kell legyünk. Ott a fa, ott a fa, gyerekek. Hát ilyen gyorsan nem haladtam még pályával. Mondjuk ez tökre adja magát, hogy itt merre kell menni. Na jó, itt viszont benyomjuk a legyen életünk, meg ilyen plusz nyomjunk egy restet. Nem vagyok resztet nyomni. Ha, micsoda szó vicc. Na, gyerünk, ugráljunk. Uáááá! Mit keep fighting, but... Ah! Skill point acquired. Ja, és itt vagyunk a fánál. Ennyi. Megérkeztünk a Magic fához. És hova? Még tovább kell jönni? Jó, oda. Jó. Még följebb egy. Itt lesz Yoda mester. Na? Ajaj. Ez jó repülőgép, vagy... Hát ez nem ismerős. Nincs sister. Mi? Jézusom. Azt hiszem ez vasember, vagy nem tudom mi, vagy ez Hulk, de nem. Most ezzel meg kell harcolni? Ja nem.
Hújúj. Huhú. Na most tök fölöslegesen idejöttünk. Oké. Most valaki ki akar engem... Anyát, picsáját! Az igen? Az igen? Jaj, bazd meg, tudom. Nem nyomtam folyamatosan. Most akkor hol vagyunk? Ja, jó. Oké. Okay. Ez jó, ez tetszik. Igen. Igen. Ó, de szép! Nézd meg, hangulatvilágítás is veled, beszarás! Milyen élvezetes ez a játék, kicsit szánkózunk itt az dagonyában. Dagonya bácsi, vagy Dagobert bácsi. Hát ott te nem találsz el. Mi a fasz? Ez egy sárkány? Az meg. Na nézzünk körbe víz alatt, hát ha itt van valami. Aha, ott van valami. De ússzál már, bazd meg. Mondom... Nem akar úszni, mint elfáradtál, vagy mi? Mit találtál? Na most nem működik ilyenkor a holomap? Ja, mert nem tudja kivetíteni tényleg. Akkor menjünk fel. Na. Gyere. Ja, jó, de úgyis ott kell mennem. Jó. Hát elvileg ugye víz alatti szörny nem jöhet, mert a víz alatt nem tudom használni a fénykardomat, nem? Miért nem akar ez úszni, bazd meg? De miért nem akar ez úszni, haló? Na. Jó helyben vagyunk, vagy itt vagyunk, már megjöttek a... Jézusom, mennyi rovar, bazd meg. Mindegy. Climb the origin tree. Aha, meg kell mászni a... Jaj, volt skill pont! Hoppá, várjál, várjál! Skill pont! Másszuk meg az origin tree-t. Tyú-tyú-tyú. Ja, egyiket se tudom. Miért nem tudom? Ja, mert ez már mint kettő darab skill pont. Három, kettő. Ez egy. Ja, nem, de az már megvan. Jó. Tehát akkor kell még. Ja, jó, oké. Okay. Akkor se kettesével kell gyűjteni a skill pontokat. Semmi gond. Az már biztos, hogy valami olyan baszott izét képességet fog hozni, hogy... Na, ide jössz.
Na, ennek annyi. Who's next? Mindegyiket lerángatom egyesével, és akkor így jó lesz. Csak vissza kéne, hogy töltődjön a... Szevasz! Na mi van? Na Mizu? Hát ez könnyű volt. Easy. Lerángatom azt is. Lehúzlak a... Így. Ennyi. Minden rendben van, BD. BD 40. Ups, ups. Jó. Na, hova kell mennem? Mert most én nem akarok fölöslegesen ezekkel izé... Menj... De várj, merre kell? Hol a... Mi? Climb the... Ja, mi? Úgyhogy föl kell oda mászni. Értem. És most hol vagyok? Lent. Hát akkor fölfele kéne menni, nem? Előre kéne menni, nem hátra. Ha-ha-ha-ha. Na. De itt nem tudok felugrani. De. De leszarom, hát nem is megyek inkább sem erre. Hát egy erre tehát leszarom, hát most... Így. Hát most jöhet utána, mert kit érdekel? Nem is kell igazából ezekkel harcolni, nem? For generations the Wookiees made a pilgrimage to the top. The tree guided them. Ja, hát... Mi? Hát benne van. Hát most... Jó, majd én úgy csinálom, ahogy akarom, de közd a tippet. Na, most me... Halló, halló? Hova? Ja, ez a fa. Aha, ezen kéne föl... De merre tovább? Ja, hogy ott... Mhm. Aj, mába, az meg itt a kurva anyád. Nesze. De... Mert most ezt nem értem. Elbasztam. Is gonna like this one. Let's just hope it doesn't get too tall. Így, mögé kellene kerülni ennek a szarnak. De várjál most. Ja, hogy lehet, hogy ott kéne menni? Aha. Szerintem erre. Ó, bazd meg. De merre? Aj, bár, merre? Belátom abba a slime-ba. De innen hova kell bazd meg? Most szar felé jöttem. Ja nem. Kellett volna fölmásznom picsába.
Nem. Mászunk, mászunk a fán. Ezt, amúgy ez kurva vezetzék, ezek az ugrálós izék, ezek rohadt jók. Várjuk meg, amíg elmegy. Oké. Itt van tolla. Itt, ja, tudunk szkennelni. Akkor ez mindjárt megmondja, hogy ez milyen állat. Mondjuk annyira nem érdekel. Haladunk. Hol vagyunk? Oda kéne felmenni mondjuk, ez nem jó. Mindegy. De mindegy, hát fölfe... Ez mi volt? Ez mi? Get up. Try again. No. Just keep failing, master. Do you? Good. Keep failing. Keep getting back up. That is the only way to succeed. Hát tudunk repülni. To be weighed down by ego and pretense. Let go of what you fear to lose and rise up. Now. Again. Good. Now reach my position. You can do it. Perhaps I chose the wrong pattern. Master? I'm only joking, Cal. Don't focus on the opinions of others. It is a weakness your enemy... Jedi Flip. Ja, hogy duplán kell megnyomni? Ja, értem. De kapd már el, bazd meg. De, ja, hogy most... Jó, mindenhova Jedi Flippel kell fölmenni, bazd meg. Ja. Jó. Just gotta keep getting back up, Edie. As long as we get back up, we're still in this fight. I'm finally back to where I was before the purge. Before Master T'Pol-Day. Ja, most akkor mindenhol ezt fogom használni. Csak az a baj, hogy most ezt én hogy állapítom meg, hogy hova kell dupla flippel, ami hát kiderül, mert meghalok, de... egy skill pontunk van. Ezzel nem megyünk semmire. Jelen helyzetben. Jó. Szerintem ide dupla flippel kell majd. Jaj. Jó, megvan. Nem? Mondom, megvan. Jó. Belendülünk. Oké. Megvagyunk. Hát ezen végigmegyünk tök könnyedén, ez szinte ez már gyerekjáték, sőt ez gyerekjáték. Oké. Milyen segítsünk neki. De... Várjál már. Ott van a fa. Tehát akkor ide kéne fölmászni, ugye?
Jézusom. Ha, azt abból vegyük ki, amit ki lehet venni. Ott meg ott van egy Senseco is, hát bászik, azért elmegyünk. Danika nagyon csöndben van, haló. Dani, miért vagy ilyen csöndben? Csak nagyon leessünk. Az nem tesz jót az egészségnek. Jó. Hát egy kicsit egy nagyra nőtt fák, meg állatok vannak itt, de hát ez van. Ezt kell szeretni. Hát innen nem akarok leesni. Mondjuk sehol nem akarok nyilván leesni, de... Ez már komoly. Oké. Okay. Aha. Jó, és akkor innen hova kell majd? Mutatja... Ja? Ja, hogy oda? Jó. És akkor oda. Hú, bazd meg, most azért jövök ide, hogy beszéljek valakivel, jól értettem, vagy ez tényleg megéri. Meg ezt már nem egyszer játszom ugye a játék, hogy végre odaérek, és akkor jön valaki, aki lelök engem a legalsó szintre, mert lebombázza az izét a helyet, és akkor vissza kell megint valahogy jutnom. Így mondjuk, na, végre van két kill pontom, akkor most költjük. Akármi is legyen ez, sok ilyen van. Hoppá! Hoppá! Jó! Uh-huh. Oké, okay. Mindent nyomkodni kell hosszan, röviden. Az a lényeg, én meg nem jegyeztem, hogy mit kell, milyen gombokat kell csinálni, használni, mert fingom nincsen. És ott kell végig fölmászni? Nem? Ja de, megvan. Nem. Aj, miért nem éred el, bazd meg? Duplán kell ugrani, ezt tudom. Miért nem ugra... Jó. Na, itt legyen egy mentés, mert ezt, én ezt még egyszer nem csinálom meg. Ó, ott a madár. Miért nem kapod el azt a szart? Jó, így. És mi csinálunk? Izé? Fantom gerincműtét, hogy mi a fasz? Hey, it's okay. Not here to hurt you.
hurt you for friends, understand? Friends. Mm-hmm. It's okay. Hát ahhoz igen, ahhoz tényleg be kell szkennelni, hogy észrevegye a beléből kiálló félrepülőgép szárnyod, de... Igen. Nem fog... Ja, hogy fog fájni? Igen. Hát fog. Ja, húzzuk ki. És most megesz minket. Na jó van, akkor legalább, hát aprítsa is a népet, mert izé, mert muszáj. Na merre kell tovább mennem, oda föl. Merre vagyunk? Ja, arra kell menni, jó. Don't fall behind. Ott. Jar, nem mondod, hogy repülünk. Ne basz. Elhányom magam. Igen, lehányom. Na jó, nem. Hogyha így mutatja, akkor nem, ez így jó, ez így cinematikus. Hát így egyszerűbb, így nem kell végigrohangálni a féle erdőn. És most ledob valahol még messzebb, és azért kell majd még órákat. Ez kurva jó lesz. Ja, amúgy nem ide jöttem volna, de mindegy. Köszi. El is ment. Csá. Itt volt. Nem volt itt még. És itt van egy asztalka, amint tudunk izét hegeszteni. Igen, most ez jobb lett? Hoppá! Király! Hopp! Double bladed lightsaber! Ho-ho! C-vel. De miért jó? Azt mondja, hogy a C-vel tudok váltani. Nem tudom, ott nem mindegy. Faszom vált ezzel. Tedd el. Tedd már el. Ne játsszál már azzal, tedd el. Na, úgy, ügyes. Nem kell most ez. Másszuk meg a... Na itt van a izé, az öreg. By the Cepho sages millennia ago. I hold in my hand a piece of galactic history. Oh, I will never be able to thank Tarful enough. Do you know what this means, my friend? No need to return to Darthamir.
Darkness clouded every attempt at finding the Astrium inside Kujit's tomb, but the Force... The Force has provided a new path. Kujit's tomb. Jaj, de már valaki leiratkozott. Menjetek a fenébe. Kapjátok be. Mert most merről jöttem? Erről. Itt tudunk meditálni. Jó, de jól haladunk, amúgy még egy kicsit játszom ezzel, utána szuper szedúszálunk. Ígérem. Ja, itt vagyunk. Climb the Origin Tree. Hol? Hogy? Ja, objective complete. Jó. Hát nem, akkor erre kell tovább menni. Itt a madár. De akkor megyünk tovább? Csá. Bassza meg. Anyád. Found you again. You're done hurting this world. I don't know what's got second sister thinking you're so important. She likes her souvenirs, but I'm not in it for the memories. And honestly, ez a sárga Thanos. So let's make this quick. Who should I kill first? The Letero or the human? Ajaj. Most a pajzsát? Ez nem is nő. Ó, bazd meg. Nesze, bazd meg! Anyád! Bazd meg! Bazd meg! Assist.
Anyád a pörögjé már, te fasz! Ez már meg fog halni. Ugye elromlik az egerem, bazik. Na? Being an inquisitor taught me no setback is too great. When you've already lost yourself, a limb's easy. You know, I was a Jedi. It'd be fun to bring you in. Watch you crack like the rest of us! Ma megint? Angers you. Just wait till the isolation, torture, mutilation! De nincs annyi életem, az a baj. Még egy kézzel... Vágd le a másikat is. De ezt amúgy én miért nem tudtam megcsinálni harc közben? Na vigyél minket haza, azt... Jó, kezdődött a... Jön a szuper szegyúszer. Egész jó, be is fejezzük ezt a mapot szerintem. Így van. Na vissza is megyünk. Ennyi. Gyerekek, egy óra alatt, kicsit több mint egy óra alatt meg tudtam csinálni egy mapot. Kurva jó. Azt hiszem büszke vagyok magamra. Köfi, köfike. Hát azért meditáljunk, meg gyűjtsünk be mindent, amit. Reszteljünk. Lehet, hogy nem kellett volna resztelni mi. Resztelt máj. Ha-ha-ha! Ja de! Reál? Ja de majd ott mászunk föl. Ja de? Jó. Ja, ez nem lesz már olyan hosszú. Jó, ezt még befejezem, és akkor visszamegyünk. De miért nem... Még nem értem, hogy miért nem vitt föl minket a madár teljesen a... Oké. Le van szarva. Hülye madár. De csak így itt lesznek majd a izék. Aha. Ott lesz a három. Ott van a három. Az jó. Ja, a pók, tényleg. Igen. És akkor itt kell visszamenni, ugye? Ennyi. Hát ezt kicsit könnyebben nyírtam ki. Amióta ilyen dupla lightsaberem van, azóta jobban megy a game. Várjál, most merre kell mennem? Hogy? Ja, az visz föl. Ja, igen. És akkor már itt is vagyunk a pálya elején. Na, hát gyerekek. Végeztünk. Nem végeztünk?
Nem végeztünk? De várját, a repülő, tehát így jöttem el. Tehát ide nem tudok visszamenni ahhoz a szarhoz. Ja nem, mert ott lecsúsztam. Uh-huh. Ja de. Jó, oké, megvagyunk. Ez jó lesz, csak ezen kell átjutni. Oké. Itt kell menni, ugye? Igen. Bazd meg! De miért nem esik le? Ugye ez visz föl, így van. Na, hát azt mondja, hogy 3/4. Hát ezt valahogy így számoltam ki, egy 45 perc, azt szerintem elég lesz a szedúszálásra. Itt meg már meg nincs senki, mert ugye itt izé volt. Ugye itt már a haverok vannak. Cordova believed the key to the vault is on Dathomir. You find your Wookiee? Yep. Things are bad down there. Empires everywhere. Inquisitors? Ultrilla. The second sister is gone for now, but she's still chasing us. I defeated the ninth sister. Na, valamit elmond, mindjárt. Cal, when I was captured by the Empire, I resisted. I swore to myself that I would die before I would talk. But then this dark shadow came. And he was worse than any nightmare I could have imagined. And I still fought. But in the end, I came apart. And I gave them Trilla. And I know there's nothing I can do to make that right. But Cal, there's still a chance we can save the others on the Holocron. Okay, look. The Ninth Sister said something about becoming an Inquisitor, like
like it's inevitable. But you went through the same thing she did, and you didn't join them. Cal. It's okay, Seer. We'll find Cordova's holocron. Hey! Get your lasers off my lunch! Na jó, meditáljunk, Seer múltja. Hát, mindegy. Gondoltam, hogy ez lesz. Tehát ugye tudtuk, hogy neki volt valami, hát ugye őt elkapta az a birodalom, aztán megtörték, hogy nem tudom mi, de... De ő nem lett Sister. Na mindegy. Még szerintem itt lesznek bonyodalmak ebből. Ó, van két skill pointunk. Na, azt akkor mondjuk használjuk el erre. Jó. Na, hát akkor tömören és röviden ennyi volt. És elvileg most így működik is a cucc. Na, ennyi volt a Star Wars Jedi Fallen Order már. Igazából megcsináltunk egy mapot egy kicsivel több, mint egy óra alatt. Én nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek, meg tök büszke. Ahhoz képest, hogy a múltkori ez mennyi, ez ami 3 óra volt. Igaz, hogy ott elbasztam egy csomó időt, kavírnyáztam mindenfelé. Tegyük hozzá, hogy egy jóval nagyobb map is volt amúgy, szerintem, na mindegy. De nekem tetszett, bejött ez a rész, írjátok majd meg, hogy nektek mennyire tetszett, vagy akár itt most élőben a chatben. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt, köszik Nobbernak, nekem, Nyolcnak, Ardinak, Danikának, nem tudom, hogy elhúztatok, vagy meg Gabrielének is köszönöm, ketten vagytok itt, ezek szerint nagyon nem volt érdekes, de most jön a Super Seducer 3, ami azért biztos, hogy érdekes lesz, mert ott hát mondjuk azt, hogy látványos, srácok, gyertek, az ilyen, tutto, szóval Super Seducer 3, ha valaki pedig ezt a Star Wars részt majd videóról, YouTube-ról nézni vissza, ne felejtsen lájkolni, meg feliratkozni a csatornára, mert valaki az előbb leiratkozott, vagy azt hiszem Facebookon diszlájkolt, mindegy, mármint, hogy levette a lájkot, úgyhogy Facebookon is kövessetek, mert lassan elérjük az 500 követőt, vagy 500 lájkolót Facebookon, ami tök durva. Tehát, hogy igazából nagyon Facebookra nem is megy ki, hát most egy-két poszt már kiment, meg Instára is, úgyhogy van már Insta oldal, azt is lehet követni, lájkolni. Gyertek minél többen, a legfontosabb a YouTube, hogy ott minél többen legyünk, és annál több tesztet fogtok majd akkor kapni cserébe. Na, szóval én búcsúzom, de csak átmenetileg egy-két percre, amíg átírom a streamnek a címét, és jövök vissza a Super Seducer 3-mal. Ne menjetek nagyon messzire, így van, jön az izgír, itt Arni itt van, na jó van, akkor csak írt. Na, úgyhogy egy perc, tartsatok ki, és jövök vissza. Na, szevasztok!